legenda vagy. Szép estét kívánok mindenkinek, Német Nyiba Sándor vagyok. Ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között az Élő Legenda ősködőre című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket, legendás zenészeket is meghívok a műsorba. Szeretettel várlak benneteket, hát ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között Élő Legenda. Élő Legenda vagy. Szép napot, csodálatos életet kívánok! A 98-as MHz-en a Civil Rádióban az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok. Két zseniális ember lesz a vendégem, dr. Galla Ferenc, docens, mesteredző, aki a birkozó válogatottnál tevékenykedett, mint edző annak idején. 10 könyvet írt különböző sportágakról, és judóban 8 dant szerzett. És hát itt ül mellettem egy boldog ember. A másik oldalon ül Gelei József, olimpiai bajnok kapus, a legendás kapus, aki 11-szer volt válogatott, és közép-európai kupát nyert, és másodikak is voltak, és 15 éves korától kezdve labdarúgással foglalkozik. Tehát velük beszélgetünk. Ugye, hogy érdemes itt maradni? Tehát most mondom, maradjatok, mert mellette nagyon jó zenék is lesznek. Tehát akkor kezdjük Ferivel, mivel hogy koridős, tehát azt hittem Ferikém, hogy 61 néhány éves vagy, és megszeppentem, mikor megmondtad, hogy már itt a 80 fele közeledsz. Tehát ez így korra ijesztő, de hát úgy rohangálsz, úgy szaladgálsz, mint hogyha egy fiatal kis csikó lennél. Ferikém, hogy érzed magad a bőrödben, és érdemes volt megszületni, mert itt az eredmények alapján nagyon-nagyon érdemes volt. De most hogy látod, hogy már azért egy hosszú-hosszú életút van mögötted, és mérlegeltél jót, rosszat, ellenségeket, barátokat, sikert, kudarcot, mindent. Hogy érzed magad? Köszönöm szépen a kérdésedet. Merem mondani, hogy jól, és remélem, hogy későbbiek során is ezt tudom mondani. Mert ilyenkor az ember mindig feltételesen mondja, amikor megkérdezik, hogy vagy. Remélem, hogy jól. Így szoktam válaszolni, mert nagy képűség és nagy mellény lenne jellemző rám, hogyha én azt mondanám, hogy nagyon jól vagyok. De úgy érzem, hogy igen, és hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyi évet sikerült megélnem, és talán valami tartalom is próbáltam kitölteni. Különösképpen azért, hogy valamilyen formában a szüleimnek, akiknek most is hálás vagyok, és mindig szeretettel gondolok rájuk, hogy valamit visszaadjak nekik abban a sok jóból, amit tőlük kaptam. Tehát az 1800-as években érkezett Magyarországra a judó, amiről szól majd egy dal, és később halljuk is, és Sasaki mester egyszerűen itt járt Magyarországon, és senki nem hitt abban, hogy egyszer majd valami történik, és fehér ruhában szaladgálnak majd emberek, és elkezdik dobálni egymást. Tehát annak idején Jigoro Kano találta ki ezt Japánban, és hát Sasaki mester volt az, aki Magyarországra elhozta. Hogyha lenne olyan kedves, egy kicsit közelebb hozni a kedves hallgatókat ahhoz, hogy tulajdonképpen mi is a judó, és valóban hogy került ide Magyarországra, mert tudomásom szerint több száz jelenkező volt, de végül, ha jól tudom, ilyen 50-60-an végezték el magát a sulit, és abból is valami 3 vagy 4 ember maradt meg. De tudjuk meg tőled az igazat, mert én még csak innét-onnét informálódtam, mikor írtam a dalt, de hát azért te biztos többet tudsz. Te jó informálódtál, és amiket elmondtál, az majd, hogy nem tökéletes. És hát ezúton is szeretnék én a judósport nevében és a judósok nevében is hálásan megköszönni azokat a szép dalokat és verseket, amit a judósokkal kapcsolatban, de nem csak a judósokkal, birkozókkal kapcsolatban is, hát te írtál és te zenésítetted meg. És legutoljára, ahol mi találkoztunk, az pont ez a Sasaki kupa volt, amit első alkalommal rendeztek Magyarországon, és ott hallhattuk a te csodálatos dalodat a judóról. Ferikém, köszönöm, de azt hiszem beszéljünk rólad, mert nálad fontosabb személy, hát maximum itt jobbra ül egy olimpiai bajnok, tehát tulajdonképpen én most itt háttérbe kell, hogy maradjak, tehát akkor hallgatunk téged, hogy került Magyarországra, és mire emlékszel vissza, te mint bölcs? Kedves vagy, hogy ilyesmiket mondasz. Hát én tulajdonképpen, amikor a TF-re kerültem 49-be,
gyakorlatilag semmit nem tudtam a judóról. Valamit hallottam róla, és amint bekerültem a TF-re, egy-ketten itten gyakorolták már, de nem volt tulajdonképpen egy intenzív judóképzés a TF-en, de mi ráálltunk, és a mi nagymesterünk, akit tulajdonképpen judó magyarországi megteremtőjének tartunk, Vince Tibor, volt a tanárunk, aki egyben a Dózsának is edző, és ők voltak a legeredményesebbek abban az időben, és ez pedig 49-50. Tehát itt voltam a magyarországi judónak a bölcsőjénél. Épp akkor kapcsoltam be ebbe a munkába, amikor a TF-et elkezdtem. És akkor már rendeztek kisebb versenyeket itt-ott, de az első magyar bajnokságra csak 53-ba került sor. Úgyhogy... Jobb oldalamon ül Gelei József, a legendás kapus. Emlékszem, mikor gyermekként Kenyeriben, Kisfaluban kis rongylabdát rúgtam a mi kis kerítésünknek, és hát úgy néha elhangzott a neve, hogy Gelei, mert úgy valahogy a televízió közvetítéseken keresztül megmaradt a neve. És akkor még nem gondoltam, hogy valaha majd személyesen is megismerhetem, és hát köszönve a jó indulatnak, hogy rendszeresen hivatalos vagyok az Olimpia Bajnokok Klubjában, és hát már számtalan szót találkoztunk. Ez egy jó érzés, és örülök neki, hogy Gelei József egy szerény ember, egy visszahúzódó ember, aki, ha az ember nem tudná, hogy ki ő, akkor hát egyszerűen azt gondolnánk, hogy egy átlag ember, holott 15 éves korától legendás dolgokat ért el. Hát magáért beszél, hogy valaki olimpia bajnok, akkor ez már különösebb magyarázata nem sorul meg. Hát ugye ez a közép-európai kupa is, meg az ezüstérem, 11-szeres válogatott voltál. Akkor tőled is tudjunk meg többet, hogy a te idődben, amikor elkezdtél 15 éves korodban, hogy barátkoztál meg a labdával? Egyáltalán volt-e labda? Kezdem azzal, hogy van mire szerénynek lennem, hiszen nagyon mélyről indultam. 12 éves koromban kerültem Pestre, és olyan szerencsébe volt részem, hogy a Rottenbiller utcai általános iskolába jártam, a 6., 7., 8. osztályban dr. Lakat Károly volt az osztályfőnököm, aki magyar történelem szakos tanár volt, de hát a testnevelés oktatását is nyugodtan rábízták. Ő aktív játékos volt még akkor a Ferencvárosban, sőt a magyar válogatottban is, és rendszeresen túráztak, és mi mindig nyaggattuk őt, hogy meséljen a tanár úr a külföldi utakról, és ő nagyon sok szépet, jót mondott, megfertőzött akkor a labdarúgással, mert én gyerekfejjel 12 éves koromban elhatároztam, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy labdarúgó lehessek. És ettől a pillanattól kezdve én nekem az életemet jelentette a labdarúgás, és olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy 15 éves koromban serdülő válogatott, majd ifjúsági válogatott, aztán a olimpiai válogatott tagja, B válogatottba, nagy válogatottba szerepelhettem, olimpián, világbajnokságon, Európa bajnoki döntőbe, az MTK bajnokcsapatában, 57-es, 58-as bajnokcsapatában már játszhattam nagyon fiatalon, ahol olyan kiváló játékosok játszottak, mint a Hidegkúti Nándor, Sándor Károly, Kovács Imre, Börzsei, Lantos. Szóval lehetne sorolni ezeket a csodálatos nagy játékosokat. És nem csak a játékosuk, nem a játéktudásukat csodáltam, hanem ezek nagyszerű emberek voltak. Ezek második apáink voltak, tele voltak jó indulattal, segítőkészséggel, és hihetetlen sokat köszönhetek ezeknek az embereknek, akik akkor elkezdtek támogatni. Nagyon szimpatikus, amit most mondtál, mert valóban én is azt gondolom, hogy pont ezen a sportnak a lényege, hogy értelmes, intelligens emberek, pedagógusok, pszichológusok, és egyben meg tudják nyerni ezeket az embereket, és olyan nemzedék nő fel a kezük alatt, mint ahogy most te beszélsz ezekről az emberekről, hogy már megértél hosszú éveket, a Feri is, és olyan tisztelettel beszéltek a régi mesterekről, a régi emberekről, tehát emberekről, még egyszer mondom, akik nem csak mesterek voltak, nem csak
jó pedagógusok, hanem egyszerűen emberek voltak. És ez nagyon fontos. És én ezt hiányolom ma, hogy egy kicsit felületessé vált ez a világ. Lehet, hogy persze én látom ezt rosszul, de néha én ezt érzem. Következőt szeretném még megkérdezni tőled, hogy mi volt az életedben az a siker, mondjuk az olimpiai bajnoki címen kívül, amire még azt mondod, hogy ez nagyon-nagyon nagy sikernek számított, de ezt mégsem olimpiának hívták. Nézd, 1956. október 13-án mi elutaztunk Bécsbe. Ott volt hétvégén az osztrák-magyar mérkőzés. Abban az időszakban a nagy válogatott előtt mindig az ifjúsági válogatott játszott. Most tavasszal itt rendezték az UEFA tornát Magyarországon, de csak a csoport mérkőzéseket tartották meg, nem játszották végig, és nagyon jó játékkal legyőztük 4-2-re az angol válogatottat, és mindjárt akkor két mérkőzésre meghívtak bennünket az angolok, és a Magyar Szövetség Bécsből tovább vitt bennünket, játszottunk mi Saarbrückenbe, a Saarvidék utánpótlás válogatott ellen, és október 23-án és 25-én, vagy 24 és 26, már pontosan nem emlékszem a dátumra, Angliába játszottunk. Előbb a U21-es válogatott, majd az U19-es ellen. És hát az októberi események miatt, mikor visszajöttünk Bécsbe, már nem tudtunk hazajönni, mert az osztrákok lezárták a határt. Kifelé lehetett menni, onnan Magyarország felé nem. Csak az osztrák szövetség úgy segített nekünk, hogy lekötött mérkőzéseket, 5 mérkőzést Ausztriába, de csak felnőtt csapatok ellen játszottunk. Például a Bécs válogatottat, ahol mondjuk a Rapid és az Ausztria Wien játékosok nem játszottak, de a másik 3 első osztályú csapatnak a legjobb felnőtt játékosai játszottak, 5-1-re győztük le. A 2 Linzi csapatból a Linz válogatottat 3-1-re, a Grácot 5-3-ra, Klagenfurtba 7-1-re nyertünk, tehát a felnőtt csapatok ellen is. Utána a svájci szövetség is segített, oda is meghívtak bennünket 5 mérkőzésre. És ott is győztünk, 5-6 gólokat rúgtunk, és például a Zürich, a bajnokcsapat, aki 2 héttel korábban legyőzte a bajnokcsapat az Európa kupában a Real Madridot, azzal úgy játszottunk 3-3-at, hogy 10 perccel a befejezés előtt még 3-1-re vezettünk, és akkor kaptunk egy 11-es, meg egy lesgó, és 3-3 lett a vége. Tehát nyüzsögtek körülöttünk a menedzserek, már mindegyikünk aláírt valahová. Én is aláírtam az Urania Genfnek, de aztán sikerült az édesanyámmal telefonon kapcsolatot teremtenem, és akkor én eldöntöttem, hogy hazajövök. Jó, és egyedül én jöttem haza akkor abból a csapatból. Tehát az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok. Vendégem dr. Galla Ferenc, mesteredző, aki 10 könyvet írt, aki a birkozó válogatottnak a mestere, edzője is volt, szakedző is. Tanár, és hát ha minden igaz, akkor még Gelei József is vizsgázott nála, mert már volt erről szó, tehát nem tudom, hogy végül is hogy vitatták meg, hiszen olyan régen volt, hogy mindenki másképp emlékszik már. Engedjétek meg, hogy egy néhány gondolatot Feri tiszteletére elmondjak a küzdősportról, mert rövid vers után következik a 100 éves a Magyar Judo című dalt, ami ugye most volt 100 éves a Magyar Judo, és hát itt volt Sasaki mester unokája is. Küzdősport. Küzdősport. Jót tettél velem. Adtál mindent, ami fontos nekem. Megégettél az ősi szellemmel. Égi csoda, amit tettél velem. Eszköz nélkül vívott nemes küzdelem, emberi érték mérőeszköze. Küzd a test és a lélek. Itt nincsen kegyelem. Tiszta küzdelemben a jobbik győztes lesz. Küzdősport. Most megkönnyezem. A szent érzést, amit tőled kaptam meg. A szívem mélyére örökre bevésem. Ígérem, mindig hálás leszek. Küzdősport, ami fontos, tőled kaptam meg. Amíg a földön élek, örök hála neked.
tiszta küzdelemben a győztest legyőztem a világ legszebb szavaival. Köszönöm most meg. Szóljon a judóddal, dr. Galla Ferenc tiszteletére és a küzdősportosok tiszteletére. Jocke, rej! És csak azt tudom mondani, hogy csodálatos életet kívánok mindenkinek, mert hát, ha mi is keseregnénk, akkor nem lenne túl sok értelme az életnek, hiszen két kiváló sportember ül mellettem, és maradjatok, akik esetleg most kapcsolódtak be, azoknak se szabad elmenni, hiszen vendégem dr. Galla Ferenc, mesteredző, docens, 10 könyvet írt, és 8 danos mester judóban, és a birkozó válogatottnál is tevékenykedett, mint mester.
A másik vendégem pedig Gelei József olimpiabajnok, aki közép-európai kupát nyert, második is volt, és hát 11-szeres válogatott, és ezen kívül még sokszor, nagyon sokszor volt válogatott, és nagyon-nagyon sok érem tulajdonosa, tehát velük beszélgetek. Feri, én megint csak te jössz, mert hát csak nem boncoltuk ki ezt az időszakot, amikor... Nem, akartam mondani valamit. Amikor tulajdonképpen ez a magyar judo elkezdett honosodni Magyarországon, és hát hogy is történt? Hogy kell ezt elképzelni mai fejjel? Mert most már könnyű azt elképzelni, hogy bemegyünk egy terembe, és ott van 200-300 judós. De hát régen ez nem így volt, hát senki nem akart hinni ebben, mondták, gondolom, hogy mit akarnak ezek itt fehér ruhába, kik? Hát gondolom én. Igen. Igen. Néhányan még cukrászoknak is neveztek bennünket fehér ruhánk miatt. Még annyit hozzátennék azért a kezdetekhez, hogy tulajdonképpen nem a 1800-as, hanem a 1900-as évek elején, tehát 1906-ban az előbb említett Sasaki mester első alkalommal járt itt Magyarországon, illetve hát akkor járt itt Magyarországon, Gróf Szemere Miklós kezdeményezésére, meghívására, és Jigoro Kano, aki az ő főnöke volt, és egy tanítóképző intézetet vezetett, őt választotta ki, hogy menjél te Magyarországra, tanítsd meg a magyarokat is judóra. Ez abban az időben, a századforduló idején ez egy nagy szó volt, mert akkor lehetett hallani orosz-japán háborúba, csuzimai küzdelemnél, és így tovább, hogy mennyire ügyesek ezek a japánok, vajon mi lehet ennek az oka, hogy bírják a telet, a hideget, a gyaloglást, mindent, mi lehet ennek az oka, és tulajdonképpen, tehát ezért hívta meg Szemere Miklós Sasaki Kicsiszaburót, akinek a unokája most volt itt a 100 éves évforduló alkalmában, te is ott voltál, kedves voltál, dallal, zenével köszöntötted a judósokat, és ez csodálatos élmény volt látni őt és a hozzátartozókat, és ők is el voltak ragadtatva, hogy Magyarországon ennyien gondját viselik az ő nagypapájának tulajdonképpen. Valóban úgy volt, hogy körülbelül meghirdették ezt a judo tanfolyamot Lágymányoson, és jelentkeztek nagyon sokan, de abból kiváló tanárok, többek között például Neidenbach Emil, aki matematika szakos tanár volt, ő is benne volt a bizottságban, tulajdonképpen 50-60 tudtak kiválasztani, akik ezen a tanfolyamon részt vettek. Ennek a 6 hónapos tanfolyamnak végül is a szomorú eredménye az volt, amit előre elmondtál már, hogy itt 4-5-en maradtak meg belőle. És ezt valahogy úgy írta le a akkori újságok egyike, hogy hát ez a magyar szalmaláng egy kicsit alább hagyott. De megmaradt ez a mag, és ezen a magon kezdett kialakulni a magyarországi judó. És ebbe a magba előbb említettem már Vince Tibor nevét, de hozzátehetném még a Talján Józsi bácsit is, meg egyéb más akkori vele egy Vince Tibor egyidős judó oktatókat, akik akkor már Dresdába is kijártak, és ott ilyen judó versenyeken övvizsgákon is vettek részt, és az első mester, feketöves mester, a Vince Tibor, majd később Purman János, Sári Józsi bácsi, ezek lettek a feketöves első mesterek. És ezek aztán főleg Budapesten terjesztették a judót, Vince Tibor még a TF-en is, tehát akkori TF-es hallgatók tanulták a judót már, és amikor én oda kerültem, akkor ő már a tanáromként foglalkozott velünk, és összesen voltunk 3, akik a judót, mert akkor párosították a sportákat, teniszt, és mit tudom, a sít például, a birkózást a judóval, és itt úgyhogy mi birkózó judó szakképzősök, és a rajtam kívül a 2 nevet, akit említek, Nádai Pál és Csaba Béla barátom, aki mind a ketten sajnos meghaltak már, 3 voltunk szakképzősök, és tulajdonképpen így kezdtünk el mi is részt venni ezeken a Magyarországon meghirdetett versenyeken. Ugye az 1800-as években én arra gondoltam, hogy Jigoro Kano fejében akkor fogalmazódott meg, hogy tulajdonképpen ezt a judót tulajdonképpen ő találta ki, és hát, mint mondod, 1906-ban Sasaki mester volt az, aki Magyarországra behozta ezt a judót, de én azt gondolom, hogy most megint csak Gelei Józsefnek
meg kell szólalni, mert a két bölcs ül mellettem, és ez egy olyan jó dolog, annyira szeretem, amikor valakik idősebbek és bölcsebbek nálam, és úgy szeretem az időseket hallgatni. Miért is vajon? Mert jóval több tapasztalatuk van, mint nekem, és jobban tennék a fiatalok, ha hallgatnának a nagy bölcsekre, mert a bölcsek azok néha egy-két gondolattal megfogják a lényeget, amit mi még csak tapogatunk. Úgyhogy Gelei Józsefet kérdezem, hogy... Bocsáss, még ehhez hadd tegyek annyit hozzá, hogy 100%-ig igazad van. Gyerekkoromban felismertem azt, hogy hát milyen keveset tudok, és milyen jó hallgatni olyan embereket, akik nálam sokkal többet tudnak. És mindig kerestem az idősebb emberek barátságát, mert azoktól annyi hasznos dolgot lehetett hallani. Úgyhogy ez, amit mondtál, ez így van. Akkor talán, hogyha ugye Feri barátomat megtiszteltem egy küzdősporttal, akkor egy kicsit azért rávezetlek téged is. Hogy 1896-ban mi is történt? A déd nagypapa mesél nektek egy legendáról, mi valóság lett. Régen volt, tudom. 1896-ban az első meccs a Magyar Honban 100 néző volt. Az eső szakadt, a bokák törtek, így lett vége a mérkőzésnek. Több mint fél évszázad múlva útnak indult egy aranycsapat. Nagyon régen volt. Karcos filmek őrzik a csodát. Hogy nyerték meg az olimpiát? Igen, régen volt. A hétköznapok szürkesége megcsiszolta a nemes fémet. Címeres mezbe bújtak, a reményen túl is álmodtak. Az idő eljárt, de a legenda él. Az aranycsapat örökké él, hiszen aranycsapat vagy te is, olimpiabajnok vagy. Hát ezzel akartalak köszönteni téged is, bár majd dalban is halljuk Viki Dál Gyula előadásában, de mégis csak úgy gondoltam, hogy meg kell, hogy tiszteljelek, hiszen Felét is megtiszteltem egy küzdősportos gondolatokkal. Emlékezzünk arra, hogy hogy kellett elképzelni a ti időtökben mondjuk egy népstadionbeli játékot, hogy készültetek erre, mennyit edzőtáboroztatok, mennyit voltatok együtt, és milyen volt a viszony a csapattársaiddal? Nézd, annak idején, mikor a Népstadion épült, akkor nagyon sok ember társadalmi munkába segítkezett ott, többek között a sportegyesületek is, gyerekektől kezdve a felnőttekig rendszeresen jártunk, és kétkezi munkával segítettük építeni a Népstadiont, és mikor fölépült ez a csodálatos létesítmény, és kimehettünk az első mérkőzésre, majd részesei lehettünk egy ilyen teltházas mérkőzésnek. Szerencsére az 50-es, 60-as években ugye ilyen kettős bajnoki rangadók voltak, és teltház előtt játszottunk. A válogatott mérkőzéseken úgy szintén. Szóval ez egy olyan maradandó nyomot hagyott az emberbe, hogy ennél szebbet, fantasztikusabbat nem tudunk elképzelni. Ugyanakkor ugye külföldön, ahol még szebb stadionok voltak, mint nálunk, nekünk akkor is a Népstadion az egy csoda volt. Ez volt a legszebb. De például a 66-os világbajnokságon, amikor Liverpoolba játszottunk a brazilok ellen, és másfél órával a kezdés előtt, a szakadó eső ellenére már telt ház volt, és több tízezer ember volt a stadionon kívül, aki nem tudott bejutni a stadionba, és énekeltek, tomboltak az emberek. Szóval akinek megadatott, hogy ilyen közönség előtt és ilyen körülmények között játszhasson, ezt nem lehet megfizetni. Tehát két Isten adta életutat hallgatunk, dr. Galla Ferencet és Gelei Józsefet, maradjatok velünk. Most következzen az ígért dal a Depression együttes előadásában, melynek címe Aranycsapat, Viki Dál Gyula előadásában. Nagypapa mesél nektek egy legendáról, mi valóság lett, régen volt, tudom. 1896-ban az első meccs a Magyar Honban 100 néző volt. Az eső szakadt, a bokák törtek, így
lett vége a mérkőzésnek. Több mint fél évszázad múlva útnak indult egy aranycsapat, régen volt, tudom. Harcos filmek őrzik a csodát, hogy nyerték meg az olimpiát, igen régen volt. A hétköznapok szürkesége megcsiszolta a nemes fémet. Címeres mezbe bújtak, a reményen túl is álmodtak, nagyon régen volt. A brit győzelmek megszakadtak, mert pályán volt egy aranycsapat, régen volt, tudom. 90 év veretlenség, elveszett az angol büszkeség. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. A magyar nemzet nagy csoda volt. Szellem és a lélek harca, a magyarok történelmet írtak, igaz volt. Az évszázad mérkőzése örök emlék a magyar népnek. A rongylabdától az aranymedálig nehéz az út az olimpiáig, de megnyerték. Klasszisok ültek az aranykosárban, fürödtek a siker bámorában, szép volt, fiúk. A magyar nép őrzi a csodát, a labdarúgás honfoglalását. Az idő eljárt, de a legenda él. Örökké él, az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Grosics, Muzánszki, Lúdán, Lantos, Bozsi, Zakariás, Budai Kettő, Kocsis, Fidekudi, Puskás, Cibor. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Az idő eljárt, de a legenda él, az aranycsapat örökké él. Szép estét kívánok mindenkinek, Németh Nyiba Sándor vagyok, ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között az Élő Legenda őskövület című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket, legendás zenészeket is meghívok a műsorba. Szeretettel várlak benneteket, tehát ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között Élő Legenda. Élő Legenda vagy!
Mint már említettem, két bölcsül mellettem, én meg itt meghúzom magam a háttérben, akkor most már ideje lenne nekem is bemutatkoznom. Németh Nyiba Sándor vagyok. És hát abban a megtiszteltetésben van részem, hogy velük beszélgethetek, és hát rajtuk kívül számtalan olimpiai világ Európa bajnokkal, rengeteg színésszel, különféle művészekkel, zenészekkel. Hát köszönöm az életnek, hogy nekem ilyen lehetőséget dobott, de talán azért egy kicsit én is benne vagyok, mert hát vezethetnék egy teljesen más műsort is, de nem tudom, nekem ahhoz nem nagyon van kedvem. Inkább ahhoz van kedvem, hogy értéket képviselni, és meghagyni a fiataloknak, hogy ne felejtsük el, azért, mert valaki megőszült, vagy szemüveges lett, vagy esetleg kicsit nehezebben jár, attól még élő legendák. Tehát vendégem dr. Galla Ferenc, nyolcdanos mester, judo mester, aki esetleg nem tudja, docens, a küzdő tanszék vezetője volt, és hát olimpia bajnok Gelei József, akinek már ugye szintén elmondtuk az eredményeit, közép-európai kupát nyert, második volt, és amiről már nem is tudunk, hogy volt ilyen, mert hát ki emlékszik arra, már oly régen volt, és hát mondja Józsi, hogy beszélünk mi, itt lehet, otthon hallgatunk eleget. Erre ugye az egyik kedves barátom a következőket mondta nekem, szóval Sanyikám, tudod mi a hosszú élet titka? Mondom, nem. Azt mondja, nősülj meg, és nagyon hosszúnak fogod érezni az életed. Hát igen, hallok ilyen legendás arcokat, Tóth Józsi, emlékszel az Aranycsapatból, igen. Tóth 2. Hát csak úgy viccelődtem vele, és hát ott mesélt a nagy élményeket, és akkor mondja neki, te Józsi, ott van mögötted a feleséged. Úgy megpörült egy pillanat alatt, mint hogyha komolyan, teljesen egy pillanat alatt elhitte, hogy ott van. És akkor mondja, hát figyelj össze, Sanyikám, én itt nézem a tévét, ő ott nézi a tévét, mert én ezt szeretem, ő azt szeret, és hát külön utak. Hát igen, a házasság az próbára teszi az embert. Akkor megkérlek, kicsikét egy mondjuk 2 percbe beszélj családról, és utána ugrunk egyet. Hogy kicsit, tudom, nem nagyon kellene beszélni, de azért te beszélj egy kicsikét, hogy Ferikén. Kedves vagy, hogy erre is adsz lehetőséget. Feleségem testnevelő tanár. Hát mi már túl vagyunk a 50. házassági évfordulón. Most a közelmúltban tartottunk a 52-nél, és hát hosszú várakozás után, mert egy csodálatos lányunk van, aki hát a TF-et szerette volna elvégezni, de voltak bizonyos egészségi problémák is, de tulajdonképpen a sportmenedzserit csak elvégezte. Kiválóan síel, és nagyon szépen lovagol, mert férje, aki orvos ember, nagyon szeret szintén lovagolni, és most már több saját lovuk is van, Argentinából hozták, és nagyon élvezik. És van egy csodálatos kisunokánk, egy kis fiatalember, aki rengeteg mondani valója van, és kérdése mindig, valahányszor ott vagyunk náluk, tegnap is ott voltunk, Danikának hívják, és ő aztán elmagyaráz mindent. Persze úgy kezdődik minden találkozás, mit hoztál, papa? Ez egy nagyon kedves kezdés. Ferikém, de beszéljünk arról is, hogy az egy dolog, hogy valaki eredményeket ér el. De maga az alkotás, ugye amikor a kisgyerek picike még nehezen tud elszámolni 10-ig, de te 10 könyvet írtál különböző témakörökben. Azért ez nagyon nagy dolog, mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy szó elszáll, az írás marad, és hát a könyveid lehet lapozgatni, ott van a különböző könyvtárakban, és hozzá lehet férni. Ferikém, ezekről mesélj. Hogy vetted, mikor találtad ki, hogy neked könyveket kell írni? Mikor érezted neked, hogy van erre affinitásod? Én úgy gondoltam, hogy ilyen szerencsés vagyok, hogy a TF-en oktathatok fiatal tanársegédként, birkózást és judót. Elsősorban judóval foglalkoztam, de több ilyen főiskolás, bajnokságon és egyéb alacsonyabb fokozatú birkózó versenyeken is részt vettem. Vajmi kevés tapasztalattal, és bár nekem lettek volna olyan kiváló edzők, akikkel elég jó kapcsolatot későbbek során sikerült kialakítani, mint dr. Papp László, Kárpáti Károly, a Varga Béla bácsival is volt szerencsém még találkozni, és több más
régi kiváló Paplaci bácsi, azzal együtt, tehát nem írtunk, ő írta a könyvet, te jól tudod, Matura Miska bácsival, megjelent meg a könyvük ezen a néven, és én voltam a lektora ezeknek a könyveknek, ő kért meg mindig. Tehát én nekem nagy tapasztalatom volt ezektől a beszélgetésektől, és hát végeredményben elég sok tapasztalatot szereztem a birkozásba is. Te pedig kiváló birkozó voltál, és vagy is, és voltál a válogatott keret, szabadfogású válogatott keret edzője, és mindig csodáltam a technikáidat, ahogy te a szabadfogás, ami nem akármilyen egyszerű technika, egyik se, az szépen és csodálatosan mutattad. Köszönöm, Ferikém, akkor már hadd köszönjem meg most én is élőben, hogyha már tényleg kitértél erre, hogy tulajdonképpen te voltál az, aki, amikor az életem első oktatófilmjét megcsináltam, egy olyan sportágban, ahol 18 olimpia bajnok élt, és én felvállaltam azt, hogy megpróbálok az én kreativitásom szerint egy filmet csinálni. Te voltál a legelső, bár 18 tagú zsűri előtt kellett megvédelem ezt a filmet, és nagyon-nagyon jól esett. Te voltál tanszékvezető, és te nekem egy kétoldalas levelet írtál, és ez nekem egy olyan erőt és olyan lökést adott, hogy azóta most csinálom a egyszerre kettőt, most a 9. és a 10. Most nem sokára júliusra kész lesz, tehát nagyon sok részed van, mert néha látod, az ember nem is gondolja, hogy egy mozdulattal mennyit segít a másiknak. Neked ez annyiba került, hogy figyelmes voltál, meg ismerted valamennyire a munkásságomat, és leírtad ezt papírra, és ennyi. Na, hát köszönöm. Nem csak figyelmes voltam, hanem én megtapasztaltam azt, hogy te egyrészt egy poliészor ember létedre szinte minden, amiben belekezdtél, ott valami csodákat tudtál alkotni, és engem nagyon meglepett, mert azt nem tudtam, hogy filmeket is készítesz, és amikor megtiszteltél azzal, hogy kaptam is belőle egy példányt, ami egy csodálatos összeállítás, hogy ez az embernek erre is jut ideje, annyi birkózó szakedzővel, judó szakedzővel találkoztam, de hogy valaki a film, és én a filmek iránt érzékeny voltam, én is csináltam filmeket, és rendkívül nagyra értékeltem, hogy valaki ilyen nagyszerű filmet tudott összehozni, akkor még a elején tartottál. Köszönöm. Józsikám, Gelei József a következő megszólaló, tehát nagyon figyeljetek, hiszen olimpia bajnok hangját halljátok néhány másodperc múlva. Azt tudom, hogy Indiában, Ausztráliában, Omán és Egyiptom. Tehát ennyi helyen kint voltál. És még hol? Voltál még? Hát olyan közel 90 országban jártam. Figyeltek, fiatalok? Ezért érdemes sem sportolni. Mielőtt mondtam, hogy hallgassátok ezt a hangot. De akkor mesélj nekem, hogy milyen körülmények fogadtak mondjuk Indiában, Ausztráliában, és hogy milyen volt ott a labdarúgás? Hát ez egy, erről nagyon sokat lehetne beszélni. Lényegében a 70-es évek végén mentem el két évre, egy évre, de aztán két év lett belőle. Kaptam egy edzői ajánlatot, a gyerekeim miatt mentem el, mert azt mondtam, ha más nem tudok nekik adni, de hogy jól megtanulnak angolul, akkor már valamit kaptak tőlem. Itthon tanultak már korábban is, de írni, olvasni tudtak, de beszélni nem, és nem nagyon értették a szöveget. Ott kint nagyon szépen megtanultak. Aztán a 80-as évek végén, 90-ben mentem el Indiába, ahol 2,5 évet voltam. Megmondom őszintén, nagyon jól éreztem magam. India egy csodálatos ország, borzasztó nagy gazdagság van, és ugyanolyan szegénység. Nagyon nehéz volt az elején elviselni azt, amit az utcán látott az ember, de időben felvilágosítottak attól, hogy hát lényegében milyen is az ő életük, és hogy mivel kell foglalkozni, és mire odafigyelni, mire nem. Ráadásul nagyon sokat dolgoztam, korán reggel már jött értem a kocsi, mentem edzést tartani, utána edzőknek tartottam továbbképzést, ebéd után lefeküdtem, aludtam egy kicsit, utána megint mentem az edzőkhöz bemutatóra, utána játékosokkal edzést tartani, de nagyon keményen dolgoztam, és azért lett csak 2,5 év belőle, mert a feleségem nem érezte jól magát. Ő egész nap egyedül volt, és ráadásul India egy borzasztó nagy ország.
egész nap egyedül volt, este 9 óra után mentünk ki sétálni kicsit az utcára, és hát a klíma is elég párás, meleg volt, olyan esők voltak, amit itt nem tudnak az emberek elképzelni, de összességében találkoztam nagyon jó indulatú, nagyon rendes emberekkel, akik nagyon sokat próbáltak tenni a labdarúgás fejlesztéséért, de ott is elkövették ugyanazokat a hibákat, mint Magyarországon is, hogy mindent az élvonalba akarnak megoldani, és az alapokra nem fektetnek megfelelő gondokat. Márpedig megfelelő alapozás nélkül nem lehet semmit se elérni. Hát most képzeld el, ha nálunk nem lenne általános iskola, meg középiskola, csak egyetemi szinten történne az oktatás, mi lenne belőle? De remélem, hát a labdarúgás az ugye... Remélem, ezt elmondta a mostani labdarúgó vezetőknek is. De ha nem, majd jutatjuk hozzájuk. Tehát az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen. És vendégem dr. Galla Ferenc, nyolcdanas mester, és Gelei József, olimpiabajnok kapus. Jövünk vissza, most pedig hallgassunk meg egy dalt, mivel hogy az idő szép lassan eljár, és akkor mit hallgathatnánk? Könyv nélküli apa, hiszen mindkettőjüknek az édesapjuk már odaát van, és hát az enyém is, úgyhogy szóljon nekik ez a dal.
Az élet maga a csoda. Örülj hát a létnek. Téged pótolni nem lehet, újra meg nem születhetsz. Az életnél szebbet, jobbat még senki nem talált fel. Akkor a két bölcset kérdezem egymás után, mondjuk például téged, Feri, először, hogy mivel talán te még egy kicsit bölcsebb vagy, hiszen idősebb vagy, hogy mi az a három dolog az életben, amire felhívnád minden fiatalnak a figyelmét, hogy mire kell figyelni, hogy mi a fontos, mi a lényege az életnek. Mondd el nekünk, Feri. Mert ha te ezt nem tudod, közel 80 fele, akkor mi mit akarunk? Pedig most az lesz, hogy visszakanyarodva egy kicsit a judóhoz és Jigoro Kanohoz, én megmondanám azt, ami ő feliratott a Kodokán falára. Életcél, út, siker. Te válasz olyan életcélt, amiért érdemes dolgozni. És hogy a életcélodat megvalósítsd, válasz meg hozzá a legmegfelelőbb utat. És ha megtalálod az utat, akkor előbb vagy utóbb siker fog övezni téged. És ennél bölcsebbet én sem tudnék mondani, de egy biztos, hogy egyrészt az élet egy rendkívül nagy ajándék. Azt meg kell becsülni. És ahhoz, hogy az ember élvezhesse az életet, ahhoz tenni is kell valamit. Mindenki a maga tehetségéhez mérten próbálja a maximumot hozni. Én azzal próbáltam meghálálni, hogy egyáltalán megszülettem szüleimnek örök hálával tartozva, hogy örömöt akartam nekik szerezni, és tulajdonképpen az említett könyvek nem azért születtek, hogy én valami sikerbe hát fürödjek, vagy élvezzem a sikert, hanem elsősorban, hogy a szülőknek örömöt tudtam szerezni. És ez sikerült is elérni, mert egy bányatelepen nőttem fel, 18 éves koromig Esztergom közelébe. Ott laktunk, és a édesapám nem bányászként, de bányagéplakatosként sokat dolgozott lent a bányába is. Úgyhogy nekem az ő életük egy csodálatos példakép volt, hogy hogy kell szép életet élni. Feri, élni. És ha elkezdem most gondolkodni, akkor talán volt valami olyan az életedben esetleg, amit lehet, hogy nem kellett volna megcsinálni, vagy nem kellett volna abban az irányba menni, vagy amit feleslegesnek tartottál, mert ezt csak azért kérdezem, mert én is nagyon sok minden rádöbbentem, amit voltak dolgok, amiket megcsináltam, és úgy érzem, hogy hát ez nem is biztos, hogy kellett volna. Neked volt ilyen az életedben, vagy mindig tudtad, hogy mit akarsz? Az elképzelésem, tehát maradjunk a főiskolánál, amíg hallgató voltam, hogyha végzek, akkor mindenféleképpen szeretnék tovább ebbe a szakmába valami eredményes munkát végezni, akkor még nem tudtam, hogy ott maradok a TFM mindjárt a végzés után tanársegédként. És amikor tanársegéd lettem, akkor pedig úgy éreztem, hogy könyveket kell írni. Tehát ez volt a legfontosabb számomra. Most már csak Józsikám utolsó szó jogán, tehát következik Gelei József olimpia bajnok. Legyen kedves, én három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt 2 éves koromban elveszítettem az édesapámat, és az édesanyám egyedül nevelt. Följött Pestre, gyári munkás lett.
két műszakban dolgozott, azon kívül mosást, vasalást vállalt állandóan, nagyon keményen dolgozott, és az ő tanácsait megfogott. Azt kérte tőlem, kisfiam, legyél rendes, becsületes ember, mert akkor mindig lesz, aki fog neked segíteni. És ez elkísért egy életen át. Most 88 éves, és szellemileg nagyon jó állapotban van, és még most is tud okos dolgokat mondani. A másik, a feleségemnek rengeteget köszönhetek. Ő maga is sportoló volt, az MTK bajnokcsapat, kézilabdás bajnokcsapatának volt a tagja. 59-ben házasodtunk össze, most már 49 éves éve lesz a nyáron. Két fiú gyerekünk van, akik hát mindketten diplomáztak, tanultak, három-három unoka van mind a két családból. A nagyobb lányok már egyik orvosi egyetemre jár, másik a gazdasági főiskolára, a legkisebb az 4 éves. Úgyhogy igyekeztek tanulni, nyelveket tanulnak, a nagyobbak már 2 idegen nyelven is jól beszélnek. És a harmadik dolog, amit szóval másodszorra még a feleségem segítsége nélkül, és az, ahogy ő összefogta a családot, nem tudtam volna boldogulni, nem tudtam volna olyan eredményeket elérni, mint amiket elértem. Nagyon jó hátterem volt. A harmadik pedig az, hogy az akaraterő. Ez a legfontosabb a sportban. A tehetség az csak egy lehetőség, de annak megfelelő akaraterővel kell párosulni, mert mindenki csak saját magára számíthat a sportban. Egy nagyon rövid gondolattal búcsúznék, mely szóljon a szüleinknek, hogy az életem örökbe odaadnám, ha életük újra megválthatnám. Szép napot, csodálatos életet kívánok mindenkinek. Az Élő Legenda Őskövület című műsort hallottátok. Vendégem volt dr. Galla Ferenc, docens, a küzdőtanszék egykori mestere, 8-danos mester, aki a birkózó válogatottnál is tevékenykedett, mint edző, 10 könyvet írt, és vendégem volt Gelei József olimpia bajnok, közép-európai kupa győztes, illetve ezüstérmes. Tehát szép napot még egyszer, és ne feledjétek, sokat kell tenni azért, hogy az életünk szép legyen és jó legyen. Sziasztok! Sárguló leveleken lépkedek, távolból a harang szól, könnyes lett a szemem. Gonc a régi ház, gyermekkorom emlékeit újra élem, magányos az este. Kopott ház falakra ráült már a csend, a homályban kedves arcok tűnnek fel. Hol vagytok, régi barátok, szólítalak titeket, a némaság felel. A halvány fényben megpillantom házunkat, ott már senki nem lakik. Kihalt már az utcán a távolból harang szól, a szívem elszorul, ha visszagondol. Másképp suttognak, a csend is fájdalmasabb.
házunkból eltűnt a vidámság. Pókhálós képek néznek rám, minden álmot és emléket őriz. Szótlanul roskadok az ágyra, ahol születtem. Anyám marlógépen nem zakatol többé, a kemence sem ontja a meleget. Kihalt már az utcánk, a távolból harang szól. A szívem elszorul, ha visszagondolom.